Ugyanakkor tisztában voltunk azzal is, hogy az árverési és kilakoltatási moratórium egy tipikus válságkezelő intézmény, hosszabb távon ezért csak olyan szabályozással lehet felváltani, és olyan szabályozást lehet felvállalni, amely nem képezi akadályát a hitelezői igényérvényesítésnek. Ha nem tér vissza fokozatosan a jogrendszer a tartozások behajtásának állami kényszerrel való biztosításához, akkor ez komoly jogbiztonsági tényezőt jelent, másrészt nehezíti a gazdasági kilábalást, és nem utolsó sorban azokat a családokat is sújtaná, akik a jövőben szeretnének lakásvásárlásukhoz hitelt felvenni. A kormány ezért, ahogyan ezt már többször is jelezte, a devizahiteles intézkedéscsomag előkészítése során feloldja a kilakoltatási moratóriumot, ugyanakkor az ingatlanpiac védelme és a szociális helyzet kezelése érdekében árverezési kvótarendszert vezet be. Nem következtek be még ugyanis annak feltételei, hogy az úgynevezett bedőlt hitelek fedezetét képező ingatlanokat tömegével lehessen értékesíteni. Egyfelől ez családok ezreit hozná nagyon nehéz helyzetben, másfelől pedig ez a devizahitellel nem rendelkezőket is sújtaná a tömeges eladások által okozott lakásár csökkenésekkel. 2011. július 1-e és 2011. szeptember 30-a között kizárólag a magas értékű ingatlanok árverezhetők el, amelyek hitelfelvételkori értéke meghaladta a 30 millió forintot, és a hitel értéke meghaladta a 20 millió forintot. Valamint a kilakoltatási moratóriumot is ezekre a területekre szünteti meg a javaslat. 2011. negyedik negyedévétől pedig életbe lép a javaslat szerinti kényszer értékesítési kvóta, amely azt határozza meg, hogy a hitelező a fedezeti ingatlan állományának hány százalékát adhatja át kényszer értékesítése. Az idei év utolsó negyedében azoknak az ingatlanoknak a 2%-a árverezhető el, amely ingatlanokat 90 napon túli késedelemben lévő jelzáloghitek terhel. Ezt követően pedig a negyedéves kvóták 3%, 4% és 5% lesznek 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben. 2015-től megszűnik a kvótarendszer. Meg kell továbbá említenünk azt is, hogy a kormány kezdeményezi a deviza alapú jelzáloghitelezés újbóli lehetővé tételét a hazai jogszabályok uniós előírásokkal való összhangjának megteremtése érdekében. Ezt tartalmazza a benyújtott javaslat. Ugyanakkor a potenciális pénzügyi stabilitási veszélyek elkerülése érdekében mindez szigorú prudenciális és fogyasztóvédelmi szabályokkal kell, hogy párosuljon. Abban az esetben vehető majd fel a deviza alapú jelzáloghitel, az adós bruttó jövedelme, amely az adott devizában keletkezik, meghaladja a minimálbér 15-szörösét. Ezeket a szabályokat a kormány rendeletben határozza meg. Tisztelt Országgyűlés! Megköszönve figyelmüket, kérem a tisztelt házat a törvényjavaslat támogatására. Tisztelt Országgyűlés! Most a bizottsági álláspontok és a megfogalmazódott kisebbségi vélemények ismertetésére kerül sor a napirendi ajánlás szerint 5-5 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Koszorús Lászlónak, a Gazdaság és Informatikai Bizottság előadójának. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. A Gazdaság és Informatikai Bizottság tegnapi napon megtárgyalta a törvénytervezetet. A törvényjavaslatban a Bankszövetség és a kormány közötti megállapodás jogszabályba foglalásáról van szó. Ebben a törvényjavaslatban 2,5 elem szerepel. Az árfolyam rögzítéses konstrukciója az egyik egész elem, a másik egész elem a moratórium feloldása, illetve a fél elemként pedig meg lehet említeni a devizahitelezés korlátozott keretek között történő újraindítására vonatkozó módosítást. A Gazdasági és Informatikai Bizottság üdvözölte, hogy egy nagyon szakmai és jó kidolgozott törvényjavaslatot tárgyalhattuk meg, ezért külön köszönetet kell, hogy mondjunk a minisztérium munkatársainak. Ennek fényében a bizottság 22 igen és 4 nem szavazat mellett a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt Országgyűlés, most megadom a szót az Ifjúsági, Szociális, Családügyi és Lakhatási Bizottság előadójának, Hírt Ferencnek. Képviselő úr, öné a szó. Kisebbségi
Nincs. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Az Ifjúsági, Szociális, Családügyi és Lakhatási Bizottság a tegnapi nap során megtárgyalta a TPER 3498-as számú devizahitelek törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerintézkedéséről szóló törvényjavaslatot és a következő többségi bizottsági véleményt fogalmazta meg. Az előző szocialista kormányok alatt a lakosság jelentős adósságot halmozott fel hitelek formájában. A pénzügyi-gazdasági válság következtében egy tartozásaik is megnőttek. 2004-től a lakosságot az első Orbán kormány által preferált kiegészítő kamattámogatású forint hiteledéssel szemben a devizahitelek felvételre ösztönözték. Anélkül, hogy a hitelfelvevő figyelmét felhívták volna a devizalapú hitelezés rendkívül kockázataira, valamint a pénzintézeteket sem kötelezte a jogszabály, amely szigorú feltételekhez kötötte volna a hitelfelvételt. Az előző kormány felelőtlen bank és hitelezési politikájának eredményeképpen 2011. év március végén a magyar háztartások teljes hitelállománya már több mint 7600 milliárd forintot tett ki. A bruttó nemzeti termék megközelítőleg egyharmadát teszi ki a háztartások részére nyújtott hitelállomány, mely hitelállománynak kétharmada sajnos deviza alapú. Az előző kormányzat folyamatosan elodázta a probléma megoldását, és alig várta, hogy megszabaduljon ennek a súlyos ternek a valódi megoldásától. Így ennek a problémának a kezelése a második kormány kormányra árult, mely hivatalba lépése után az első intézkedései között betiltotta a devizahitelezést, és többször meghosszabbította a kilakoltatási és az értékesítési vagy más néven az árverezési moratóriumot annak érdekében, hogy a bankszövetsége a 20 hónapig tartó tárgyalásadatok eredményeképpen megállapodjon a devizahitelesekről. A közös felelősség és tehermegosztásról mellett megnyugtató megoldást kellett találni. A moratórium egy hangsúlyozottan ideiglenes válságkezelő jogintézmény, ezért a szabályozásnak fokozatosan vissza kell térni a követelési érvényesítés általános feltételeihez. Jelentően javaslat célja kettős. A devizakölcsönzés okozta problémák kezelése, másrészt a kényszerértékesítések ütemezetrendjének a kialakítása. A javaslat elősegíti a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult társadalmi szintű probléma kezelését, az egyes devizák jelentős árfolyami ingadozási hatásának átmeneti tompítását, és ezzel a devizakölcsönnel rendelkezők helyzetének kiszámíthatóbbá tételét. Az előterjesztés szerint a devizahiteles 2011. december 31-ig írásban kezdeményezheti a pénzintézetnél, hogy a törlesztése árfolyamát 36 hónapig, de legkésőbb 2014. december 31-ig rögzítse. A törvényjavaslat szerint a rögzített árfolyam svájci frank esetén 180, euró esetén 250, és a japán jen esetén pedig 200 forintban lenne rögzítve. A rögzített árfolyam és az ezt meghaladó tényleges törlesztési árfolyamok közötti különbségre a devizakölcsön nyújtó kedvező kamatadási forint alapú jelzálogkitelt nyújt, melyet a pénzintézet saját költségén egy úgynevezett gyűjtőszámlán vezet. A bankok ezen gyűjtőszámla hitellel kapcsolatban az ügyféltől semmilyen egyéb díjat vagy költséget nem szedhetnek be. A magyar állam készfizető kedességként felel a gyűjtőszámlából eredő tartozások 100%-áért a rögzített árfolyam alkalmazási időszak alatt, majd egyszerű kedesként felel a gyűjtőszámla hitelből eredő tartozások 25%-áért a rögzített árfolyam alkalmazási időszaka után is. A kedességvállalásért a gyűjtőszámla hitelt nyújtó pénzügyi intézmény a magyar állam részére kedességvállalási díjat fizet. A kormány annak érdekében, hogy ne kerüljön egy időben a piacra a lakásállomány indokolatlanul magas hányada, a lakáshitelek fedezetéről szolgáló ingatlanok kényszerértékesítésére vonatkozóan kvótarendszert vezet be az elkövetkezendő 3 évre. A devizahitelesek megsegítését célzó intézkedési csomaggal már adottak a feltételei a moratórium fokozatos megszüntetésének, a moratóriumokat, a hitelezési szektor kintlevőségének fokozatos megtérülése és a hitelezési hajlandóság növelése érdekében fel kell számolni, de oly módon, hogy közben a felmerülő lakhatási kockázatok és a tömeges kényszerértékesítések is elkerülhetőek legyenek. Ennek érdekében a törvényjavaslat 2011. év július 1-e és október 1 közötti időszakra fenntartja az árverési és kilakoltatási moratóriumot, de annak körét tovább szűkíti még pedig úgy, hogy kikerülnek a hatálya alól nagyértékű, azaz 30 millió forintot meghaladó forgalmi értékű és a 20 millió forintnak megfelelő hitelösszeget biztosító ingatlanok. 2011. év október 1-ével pedig életbe lépteti az úgynevezett kényszerértékesítési kvótát. A kényszerértékesítési kvóta azt határozza meg, hogy a 30 millió forintnál alacsonyabb értékű ingatlanok közül a hitelezők
mennyi ingatlant adhatnak át a kényszerintézkedésre negyedévenként. Mindenek tekintettel az Ifjúsági, Szociális és Családi Bizottság többségi véleményként támogatja a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Az Ifjúsági, Szociális, Családügyi és Lakhatási Bizottságban megfogalmazódott kisebbségi véleményt két előadó megosztva ismerteti összesen 5 perces időkeretben. Először megadom a szót Varga Lászlónak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Valóban kisebbségi vélemény is született a bizottsági ülésen, melyet megosztva mondunk el. Én magam inkább a szocialista álláspont alátámasztására mondanék érveket, amelyek elhangzottak a bizottsági ülésen is. Egyrésztről nyilvánvalóan az még örvendetes is lehetne, hogy a nagy átfogó társadalmi probléma kapcsán végre előterjesztés született, azonban ezt felületi kezelésnek érezzük, hiszen emlékezzünk vissza, a választási kampányban beszéltek önök arról is, hogy az összes devizahitelt majd forinthitelre váltják, erre az állam támogatást nyújt. Ehhez képest ez a mai előterjesztés, azt kell, hogy mondjam, hogy csak felületi kezelés, és nagyon távol áll ettől. Az elmúlt egy év fényében hát nem sok minden történt ezen a fronton. Még ebben az előterjesztésben sincs szó az eszközkezelőről, amiről már Orbán Viktor a 29 pontja kapcsán beszélt, és azt mondják, hogy persze majd valami kormány döntéssel, majd valahogy az NGN valamilyen társaságot létrehoz. Nem megnyugtató az, hogy több mint egy év eltelt, és még semmi konkrétum nincs a nemzeti eszközkezelő tekintetében. A rögzített árfolyammal is volt abban a tekintetben mindenképpen problémánk, hogy ez a probléma eltolása, 4 évvel eltolja ez a problémát. Beszélt ott helyettes államtitkár úr egy 15%-os plafonról majd a ennek a rögzített árfolyamnak a lejárta után, de ennek se látjuk a garanciáit. Ezt valamikor ki kell fizetni az adósoknak, és nyilván akkor fognak vele szembesülni, hogy tolták maguk előtt a problémát. A kényszerintézkedési kvóta, amely nyilván mondjuk az ingatlan piac számára, beindulása számára egy fontos kérdés is lehet, ezt azért el kell ismerni, ugyanakkor nem lehet egy nagy adósmentő dologként kizárólag definiálni, hiszen ez a bankok érdeke is. Általában véve azt lehet mondani, hogy az 5 pont az gyakorlatilag a bankok érdekét szolgálta elsősorban, és egyes elemei csak, és azok is csak tünetileg az adósok érdekei. Hozzá kell tennünk, hogy 180 forint körül volt a svájci frank árfolyam a kormányváltás körül, most 220 körül van, folyamatosan romlik, és hát voltak ebbe felelőtlen nyilatkozatok is Kósa és Szijjártó úr részéről. Ennek kapcsán majdnem 900 milliárd forintnyi árfolyam vesztességet könyvelhettek el a devizahitelesek, és egyébként a MOL részvény vásárlása is IMF hitelből, amely ugye ördögtől való, még most volt lehetőség. Összességében ezeket a forrásokat inkább a devizahitelesek megsegítésére kellett volna fordítani, az ő valódi és tartalmi megsegítésükre. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Barát Zsoltnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Természetszerűleg én a Szociális Bizottság jobbikos kisebbségi véleményét fogom ismertetni a T3498-as törvénymódosító javaslattal kapcsolatban. Nézzük, milyen aggályok merülnek fel ezzel a javaslattal kapcsolatban. A Jobbik véleménye szerint ezek az intézkedések nem állnak összhangban a társadalmi probléma súlyosságával. Rövid előzményként csak annyit, hogy ugye emlékszünk rá 90-91-ben, amikor 3%-ról 28-30%-ra nőttek a lakáshitelek kamatai. Ez egyoldali szerződésmódosítással történt, ekkor és ekkortól megélte Magyarország a tankok kivonulását és a bankok bevonulását. A rabság maradt, a rabszolgatartó legfeljebb változott. 2000-től SMN gyorsasággal kezdték el folyósítani a devizahiteleket, amelyekről kiderült romlott áru. Először gépkocsi hitelezés történt, majd 2004-től lakáshitelezés. Éppen ezért a kormány vizsgálja felül a bankokkal kötött megállapodását, és vizsgálja meg a hitelszerződéseket a polgári jog és az üzleti tisztesség szempontjából. Nem tudjuk támogatni a javaslatot, mert véleményünk szerint nincs közös felelősségvállalás ezzel az intézkedéssel. Az adósok fizetnek rá erre a narancsszínű köntösbe bújtatott bankkonszolidációra.
nem képviseli a hitelfelvevők érdekeit, annál inkább a kölcsönt nyújtó tőkés bankokét. Nem képviseli a hitelkárosultak érdekét, mert tulajdonképpen a megnövekedett terheket nem csökkentik, csak a fizetési kötelezettséget csúsztatják el. Az sem egyértelmű, hogy az erre fordítható pénz mire is lesz elegendő, a bedőlt hitelek kiváltására, az ingatlanok megvásárlására és a bérlakás építésére tervezett állítólagos 1,5 milliárd forint nagyon kevésnek tűnik. A devizahitelezés korlátlan engedélyezése, szabályozatlansága véleményünk szerint a mindenkori kormányok felelőtlenségéből, bűnös mulasztásából is ered. A devizahitelek kérdését csak akkor lehetne igazságosan rendezni, ha a devizahitelek árfolyamát a hitelfelvétel kori árfolyamon rögzítenék, a kamatokat pedig a bankok és a magyar állam közötti megállapodás alapján a forint alapú hitelekhez igazítanák. Köztudott, hogy a bankok a deviza alapú hitelt is forintban fizették ki, tehát veszteség nem éreti őket, csak kevesebb nyereséghez jutnak. Számunkra egyáltalán nem megnyugtató az, hogy önök megígérik, hogy nem fognak az emberek az utcára kerülni. Megtapasztalhattuk már, hogy az utóbbi évben mit ér a narancsos ígéret. Köszönöm a szót, elnök úr. Felszólása következik Mágori Józsefné, a Fogyasztóvédelmi Bizottság előadója. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A Fogyasztóvédelmi Bizottság megtárgyalta a TÉPER 3498-as számú a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvényjavaslatot. A bizottság 14 igen és 3 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Köszönöm. Ezt megnyi tapsolni. Tisztelt Országgyűlés, most megadom a szót Simon Gábornak, aki a Fogyasztóvédelmi Bizottság kisebbségi véleményét ismerteti. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A bizottságban kisebbségi vélemény is kialakult, de mielőtt erre rátérnék, azért a bizottsági vitához kapcsolódva szeretnék néhány dolgot az önök figyelmébe ajánlani. Először is június 7-én a Fogyasztóvédelmi Bizottság már egy témakörben egy ülést tartott. A témakörben, amely a devizahitelesek, lakáshitelesek problémáinak a rendezésére vonatkozó kormányzati elképzeléseket kívánta megtárgyalni. Ebben a kormányzati intézkedésben akkor 5 elem került ki az asztalra, úgy, minthogy ezek azon csomagnak a részei, amelyek egyébként a megoldást fogják segíteni. Csak idézzük fel, hogy ez az 5 elem, ez egyrészt volt az árfolyamrögzítés, másrészt a lakóingatlanok kényszerértékesítésére vonatkozó kvóták meghatározása, a nemzeti eszközkezelő, lakástámogatás biztosítása és a devizahitelezés újbóli lehetővé tétele. Már ott szóba hoztuk az ellenzéki képviselők oldaláról, hogy hiányzik ebből a csomagból, ha ezt tekintjük a kormányzati megoldási csomagnak, a természetes személyek adósság rendezésére vonatkozó előterjesztést. Szinte mindegyik ellenzéki frakció egyöntetően elmondta azt, hogy enélkül nem tudja elképzelni, hogy ezt a helyzetet érdemben meg lehetne oldani. Ugyanakkor a bizottsági ülésen is elmondtuk azt, hogy kockázatosnak ítéljük meg, hogyha a rögzített árfolyam miatt átmenetileg lélegzethez jutó devizahitelesek, esetleg a felszabaduló pénzeszközeiket fogyasztásra fordítják, és nem számolnak azzal, hogy a gyűjtőszámlán szereplő összeget is vissza kell majd fizetniük. Jelenleg még nem tudható az sem, hogy a törvényjavaslat maga az adósságmentő csomag, vagy további a mentőcsomagot teljesét tévő javaslatokra is számíthatunk. Csak az újságból tájékozódunk, hogy a kormány készíti a Nemzeti Eszközkezelő Társaságnak az előterjesztését, de ezt más forrásból még nem tudtuk megerősíteni. Ugyancsak szeretném elmondani, hogy abban is egyetértettek a kisebbségi véleményt képviselők, hogy a nemzeti eszközkezelőre vonatkozó elképzelések nélkül sem tudjuk a megoldási csomagot teljes értékűnek tekinteni. Ugyanakkor volt egy szemléletbeli probléma, ami itt is és korábban is előkerült, hogy úgy látjuk, hogy a kormányzat elsősorban a bankszövetséggel, a hitelt adókkal egyeztet, az ő érdekeinek megfelelően formálja a megoldási csomagot, és folyamatosan az egyeztetésből kimaradnak a hiteleseknek a képviselői, akik gyakorlatilag talán egyetlen egy fórumon a Fogyasztóvédelmi Bizottság ülésén tudtak érdemben néhány információt megosztani a kormányzati szereplőkkel.
Ebben a bizottsági ülésben az LMP képviselőcsoportjának a részéről egy kritika még pluszban elhangzott. Ez a kritika arra vonatkozott, hogy a rendelkezések nem segítenek a technikai jellegű problémák rendezésében. Ehhez tartozott a képviselőasszonynak az a kérdése, hogy hol található a törvényjavaslatban a 2014. december és 2015. januárja közt a régi rendszerbe történő visszalépéskor alkalmazandó 15%-os korlát. Ezt az államtitkár úr helyben megválaszolta, és azt mondta, hogy az előterjesztésnek a 4. paragrafus 5. bekezdésében szerepel az a mondat, hogy aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékét kormányrendelet határozza meg. Azaz nem ebben az előterjesztésben rögzítik ezt, hanem majdan egy kormány határozat fogja mindezt rögzíteni. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nem korrekt. Ebben az előterjesztésben kellene ezeket a korlátokat rögzíteni. Ugyancsak egyetértettünk abban, ami a magáncsőd intézményének a bevezetésére vonatkozó kérdés volt. Csak összefoglalva, a Nemzeti Eszközkezelő Társasággal lehet csak teljesebb értékűnek tekinteni ezt a javaslatot. Szóba hoztuk még a szabad felhasználású jelzáló hiteleknek a sorsát. Volt is egy kis vita, és talán ez megoldódik, mert hogy a jogszabály értelmezések és a pontosítások révén ez a teher, ez a probléma kikerülhet, de az induló probléma, az induló felvetés az abból származik, hogy a szabad felhasználású jelzálók hitelesek vajon részét képezik a megoldási csomagnak, vagy nem. Ebben volt is egy vita a bizottsági ülésen. Remélem, hogy mire a törvény előterjesztésnek a tárgyalása lezárul, ezt a vitát megnyugtató módon le tudjuk zárni. Itt mindegy 2000 milliárd forinti adósságról beszélünk ebben a körben. És még egy dolgot szeretnék önök figyelmébe hozni, hogy a rögzített árfolyamon való törlesztéssel sem élhet mindenki, ezt is elmondtuk, nyilvánvaló majd az általános vita során erről részletesebben tudok beszélni, ezért összefüggően egy mondatban ezt az előterjesztést, ezt a javaslatot csak részmegoldásnak tekintjük, nem tudunk úgy rátekinteni, hogy a devizahiteleseknek a végleges probléma megoldását szolgálna, ezért nem tudtuk általános vitára alkalmasnak találni. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés, most az írásban jelentkezett képviselői felszólások következnek. Képviselő csoportonként 30 perces időkeretben, a független képviselőknek összesen 10 perc áll rendelkezésükre. Az üléstermi táblán folyamatosan figyelemmel kísérhetik az időkeretek felhasználását. Elsőként megadom a szót Mágori Józsefnének, a Fidesz képviselőjének. Képviselőasszony, öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A korábbi években folytatott, elhibázott gazdaságpolitika egyenes következményeként alakult ki a hatalmas lakossági devizaadósság teher. A jelenlegi problémát azon hibás döntések, illetve mulasztások okozták, amelyek az embereket átterelték a rendkívül kockázatos devizahiteles megoldásokba. Ott tartunk most, hogy csak a hitelintézetek által nyújtott jelzálók hitelek, ami 1.100.000 darab volt, 90 napon túli késedelemben megközelítőleg 70.000 ingatlan van. A hitelintézeteken túl a pénzügyi vállalkozások és takarékszövetkezetek által nyújtott jelzálók hitelek, ami 1.250.000 darab, 90 napon túli késedelemben megközelítőleg 100.000 ingatlan van. A kialakult tragikus helyzeten akar segíteni az otthonvédelmi akcióterv. A kormánynak olyan gazdasági feltételrendszert kellett létrehoznia, amely lehetővé teszi a devizahitelesek problémájának a gazdaság teherbíró képességével összhangban álló, egyben hosszú távon is fenntartható rendezését. Magyarul olyan konstrukciót kellett kidolgozni, mely a bajba vagy mondjuk válságba került állampolgárokon tud segíteni, és az államnak elviselhető terhet eredményez, a bankoknak pedig kezelhető a helyzet. A rögzített árfolyam bevezetése, a havi törlesztő részletek meghatározása azokon segít, akiknek a megemelt havi törlesztés volt a problémájuk, de az eredeti vállalást folyamatosan tudják teljesíteni. A könnyű hitelhez jutás, a felpörgött ingatlanforgalom sok helyen irreális, felértékelt ingatlan árakat eredményezett. A kamattámogatás azokon segít,
akik az ingatlanukat kisebb értékűre elcserélve általuk teljesíthető hiteltörlesztési részletet vállalnak. A kilakoltatási moratórium feloldása kvóta rendszerrel és a nemzeti eszközkezelő társaság felállítása teljesen ellehetetlenült adósoknak nyújt túlélési lehetőséget. Ez a minden szempontból átgondolt TPER 3498-as számú törvény esélyt ad azoknak az állampolgároknak, akik a maguk hibáján kívül kerültek ilyen korábban megoldhatatlannak látszó helyzetbe. Köszönöm, hogy meghallgattak. Most két perces reagálásra következik Gurnándor, az MSZP képviselője. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, azt gondolom, hogy ennek a törvénytervezetnek elég sok hibája van. Az alapkérdést fel lehet tenni. Valójában mi is ez? Mentőv vagy hurok? Hát sokkal inkább hurok, mint mentőv, mert azt gondolhatjuk, hogy az első pillanatban úgy látszik, hogy a árfolyam fixálásával, rögzítésével segítő kezet nyújt a kormány, miközben ez nem segítő kéznyújtás, hanem sokkal inkább egy olyan helyzet megteremtése, amely egy átmeneti időszak után, három esztendő elteltével 2014-ben sokkal válságosabb helyzetet fog előidézni, mint amilyen helyzet gyakorlatilag ma van az érintettek körében. Egy esetben lehetne ez más. Akkor, hogyha a svájci frank mondjuk 180 forint alatt lenne majd 2014, vagy azt követő időszakban, hát ennek vajmi kicsi az esélye. Ilyen értelemben tehát sokkal inkább csak és vesztesei lesznek, és halmozottan vesztesei lesznek a történetnek, mint ahogy ma ez előáll. Ez nem megoldás, ez a problémának az elodázása valójában, amit a kormány csinál, és hát a kamatos kamattal terhelt megfizetési kötelmeknek az életre hívása. Azt gondolom, hogy még egy fontos dolog van, a lakásokat elvesztők esetében abban is bele kellene gondolni, hogy akkor és amikor ezeket a lakásokat megvásárolták, akkor, amikor hiteleket vettek fel, akkor, amikor a család, a nagyszülők, sok mindenki más a megtakarított pénzeit beletolták az ingatlan vásárlásába, akkor gyakorlatilag a saját befizetéseiket teljes egészében úgymond anulálják, lenullázzák. Ezeket még részben sem tudják megmenteni azzal, hogy a lakásukat elvesztették, tehát még azt a tőkét is. Azt gondolom, sokkal inkább ezekre kellene megoldást találni, nem pedig ilyen látszatmegoldást kínálni, amely szociális érzékenység nélkül ruházkodik fel, és erre ezt lehet kimondani, hogy nalán, ezt is megcsináltuk. Köszönöm szépen! A következő felszóló Tukacs István, az MSZP képviselője. Képviselő úr! Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim! 2011. június 15-ét írunk. Több mint egy év telt el azóta, amióta a Fidesz-KDNP koalíciója kormányra kerülve azt ígérte, hogy gyors megoldást kínál mindazoknak, akik bajba kerültek. A gyors megoldás, látnivaló az előttünk fekvő előterjesztésből, egy év alatt nem született meg. Nem született meg, és az előttünk lévő javaslat sem tartalmaz teljes értékű és a legnehezebb helyzetben lévőknek segítő javaslatot. Államtitkár úr, súlyos nézetkülönbségeink vannak a kialakult probléma okairól. Önök olyan sokszor ismétlik el az államilag támogatott lakáshitelek visszavonása, a devizahitelek felpörgése közötti összefüggést, és bélyegzik meg eredendő bűnként az államilag támogatott lakáshitelek megszüntetését, hogy lassan már maguk is elhiszik. Államtitkár úr, hogy támogatnak közgazdászként egy olyan konstrukciót, amely éppen azokat segítette, akik jó kondíciókban voltak, volt pénzük, sőt, ennek tetejében még egy államilag támogatott hitelért adókedvezményt is kaptak. Ez a politika az önök által hőn szeretett középosztály és felső középosztály segítésére jött létre. Arra jött létre, hogy akár befektetési céllal is vásárolhassanak ingatlant, és ehhez az állam segítő kezet nyújtson. Ezért tehát azt gondolom, hogy a probléma kialakulásáról kellene egy józanabb és világosabb képet adni. Két okot szeretnék megemlíteni. Az egyik a deviza és forint közötti árfolyamváltozás, ennek az árfolyamnak az emelkedése, amely két okból jött létre. Egyrészt a kalandor gazdaságpolitikából, amely kockázatokat hordozott,
másrészt a kalandor politizálásból, amely néha Kósa Céljártó urakra utalva a mélybe lökte a forintot. Ennek a levét itta meg, mintegy 900 milliárd értékben a devizahitelesek zöme. Másik tétel. Önök gyors megoldást ígértek, és